puszta és kényszerítette őt. Én azt gondolom, hogy az ő következetes vallomása az elfogadható a tényállás alapjaként tisztelt bíróságnak, amikor ennek az ügynek a tényállását majd megállapítja, mert összefüggésben van, és a koheres rendszer tép ez az egyéb bizonyíték mellett. És egyedül az ő vallomása az, amely ilyen értelemben rendelkezésre áll, és konzekvens, és rögtön már az első kihallgatás alkalmával tett vallomása, az folyamatosan fönn van tartva. Nyilván vannak bizonyos részek, hol kevésbé, hol jobban hangsúlyozva és pontosítva, de alapvetően ugyanazt mondja az egész cselekményről. Ennek a lényegét úgy lehetne összefoglalni, hogy és itt a példatársal elemezte azokat az iskolai eseményeket és találkozásokat, amik kicsit létrejöttek az iskola és az intézmény vezetése között, azokat az egyeztetéseket, ezekre most külön nem térnék ki. De a lényeg az, hogy aznap estére valóban megbeszélve találkozó Takács Józseffel Dere Gábor, és az is tény, hogy a fejleményekről folyamatosan tájékoztatja egy munkamást. Ezt nem is tudhatta soha. Telefonon tájékoztatja. Miért? Mert együtt dolgozó kollégája, barátja, aki vele volt ebben a vitában, általában az ő pártját fogta ebben a vitában, tanácsot adott neki, segítséget adott neki, hogy hogyan viselkedjen az egyeztetésekkel, hogy az ő érdeke érvényesüljön, utasson egy kicsit több határozottságot, stb. Tehát ilyen jellegű baráti tanácsot adott neki a megbeszélések, az egyeztetések során Hunyi Tamás. Most amikor egyetemen elmondja Deme Gábor, hogy ezen a bizonyos estén ő oda megy az iskolához, akkor nincs okunk kétségbe vonni, és nincs alapunk se kétségbe vonni azt az állítást, mert ez se cáfolja semmi, hogy ugyan tájékoztatta arról a Deme Gábor a Hunyi Tamást a telefonhívás alkalmával, ami 17 óra néhány perckor bekövetkezett, és egy rövid tájékoztatás volt, hogy oda megy az iskolához, de nem jelenti azt, hát nincs erre sem alap, hogy azt mondanák, hogy ők előre egyeztették volna azt, hogy a Hunyi Tamás is oda megy. Senki nem tesz ebben kapcsolatos előadást, nincs erre semmiféle bizonyíték, hiszen nincs lehallgatott telefonbeszélgetést, de mert nem ezt mondja, Hunyi Tamás erről nem mond semmit, tehát nincs okunk, nincs alapunk feltételezni azt, hogy ez egy egyeztetett találkozás kettőjük között.